télen nem lehet jó minőségben építeni. Késik a szervízút folytatásának átadása, most májusra tervezik a befejezést. A rossz levegő egyik fő okozója az otthoni hulladék égetése. Budaörsön civilek vállalták fel, hogy helyi szinten megoldást keresnek a problémára. És minden eddiginél többen mentek el a Kesjár iskola beiskolázási kézműves foglalkozására. Ezen a sulival és a tanítókkal is lehetett ismerkedni. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Késnek a szervízút folytatásának építésével és az emiatt áthelyezett kutyafuttató kialakításával is. Mindkettőnél a kedvezőtlen időjárás szólt közbe, mert hogy télen a fagyban nem lehet jó minőségben építeni. Ráadásul vízjogi engedélyre is szükség van, amit ugye csak lassan adnak meg, mert hogy a bürokrácia malmai lassan őrülnek. Aztán még alapanyagellátási nehézségek is adottak. A kutyafuttató befejezését most február végére, a szervízút folytatásának megépítését pedig májusra ígérik. Osztott pályán fog menni a forgalom, ugye jobb oldalán a fasornak a Budapest felé megyünk fölfelé, illetve lefelé a meglévő útpálya lesz teljes szerkezetében újraépítve. Amikor ezzel a résszel végzünk, akkor ugye a zárt csapadékcsatorna fog indulni a saroktól, ami látszik az út végén, teljes egészében bekötve az őszi Barack utcai gyűjtő csatornába. 2018. novemberében még lelkesen mutogatta a szervízút meghosszabbítását végző kivitelező cég képviselője azokat a feladatokat, amelyeket az akkori elképzelések szerint egy-két héten belül elkívántak indítani az autópálya melletti szakaszon. Aztán az alsó határút melletti árok rendezése után le kellett állniuk előre nem várt technikai akadályok miatt. Ennek köszönhetően azóta a területen jelentősebb földmunka sajnos nem történt. Több probléma merült fel, de mindenki a szívére kezdi, bárki bármilyen felújítást vagy éppen építés végesános, mindig a kivitelezéskor annyi, meg a munka megkezdése előtt annyi probléma, váratlan esemény megtörténik, amit előre nem lehet számítani. Itt is ugyanez történt, éppen tegnap beszéltem ismét a kivitelezővel, és mikor a kivitelezést el akarták ugye elkezdeni, akkor felmerültek különböző vízjogi problémák a vízművel kapcsolatosan, ezért nem tudták megkezdeni a munkájukat, illetve az ő általuk már megrendelt anyagoknak a legyártása az alapanyagellátás országos nehézségei miatt ugye csorbát szenvedtek, így ez is késik, de alapvetően hiába érkezett volna meg az anyag, a vízjogi problémák nélkül nem tudtak volna nekiállni. Most már megvan a vízjogi engedély is, ez azt jelenti, hogy ha az időjárás kegyes lesz hozzánk, és nem lesz egy nagyobb havazás vagy nagyobb esőzés, akkor a jövő héten el tudják kezdeni a csatornázási munkálatokat és a vízelvezetési munkálatokat, majd pedig a látványosabb munkák azok nagyjából február végén, március közepén fognak megindulni, és a jelenlegi problémák ellenére is, hogy hát egy kicsit szürkén látszik a jövő valóban, de ő még mindig tartja magát ahhoz, hogy májusra mindenféleképpen el fog készülni a szervizút. A kutyafuttató viszont biztosan nem készül el a korábban megígért időpontra. Itt alapvetően az időjárás húzta keresztül az eredetileg tervezett munkát. December közepe végére volt ígérve, hogy a kutyafuttató megépül. Hát egyelőre csak a kivitelezésnek az eleje indult meg. Ez köszönhető ugye az időjárásnak, hol eső, hol hó gátolta a kivitelezést. Ennek ellenére a leendő kerítés oszlopok helyének a kijelölése már megtörtént, illetve ennek a kiemelése már lezajlott. Itt felmerült a lakók részéről, hogy miért nem lett szélesebb egészen a járdának a nyomvonaláig az ároknak a kiépítése. Ez azért nem volt lehetséges, mert elektromos vezetékek futnak a föld alatt, ezért nyilvánvalóan ezt nem lehetett meglépni. Így is próbál az önkormányzat a lehető legnagyobb területet biztosítani a kutyák számára. A jelenlegi állás szerint február 28-ára kell, hogy végezzen a kivitelezőnek a munkálatokkal. Ő ígérete szerint, hogyha az időjárás jó lesz, és reménykedünk benne, hogy ilyen szép napos idő lesz, akkor február közepére készen lesz a kerítés. A munkák ütemezéséről és a terület kialakításáról természetesen a környéken élő kutyások képviselőivel folyamatosan egyeztetnek a továbbiakban is, így remélhetően mindenki számára megfelelő minőségű létesítményt építenek majd ki a kijelölt területen. A folyamatban lévő munkák mellett persze adódnak kisebb-nagyobb problémák is a térségben. Közülük az egyik nem is olyan messze, a Kesjár iskola mellett nehezíti meg az emberek mindennapjait.
A Őszibarac utca és a Tél utca találkozásánál állunk, éppen itt egy törés van az útban, és innen a környében lakók kerestek meg azzal, hogy itt az elektromos oszlop nagyon rossz helyen van, és teljesen igazuk van. Úgy elektromos oszlop pont az utca törésénél helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy pont az iskola közelsége miatt rengeteg gyerek jár erre, nagyon sokszor a gyerekeknek az utcát kell használni, illetve sem kerekesszékkel, sem pedig babakocsival nem lehet elférni. Ezt jeleztem az önkormányzat felé, és a szakemberek megvizsgálták, és sajnos csak azt az, választották ráadni, hogy az oszlopnak az áthelyezése nem lehetséges, egyszerűen azért nem, mert geometriailag nem fér el sehol sem, közművek futnak mindenfelé, illetve nem csak, hogy az oszlop van, tudják nagyon rossz helyen, hanem mind az előtte, mind az utána lévő oszlopoknak az elhelyezkedése sem a legszerencsésebb, mert ugye járdában találhatóak, de azok talán olyan helyen helyezkednek el, amik nem annyira zavaróak. Ez oszlop, ez tényleg rossz helyen van, csak arra tudjuk kérni a környékbeli lakókat, gyerekeket, hogy tényleg nagyon vigyázzanak, illetve az autóvezetőket is, mert valóban egy balesetveszélyes helyen van az oszlop, de sajnos az utcának az adottság olyan, hogy nem lehet máshova áthelyezni. Van egy új budaörsi kezdeményezés, az a címe, hogy ne fűts hulladékkal. A kezdeményezők ülnek itt a stúdióban, balról jobbra mutatom be őket legalábbis nekem, Szűcs Winkler Róbert és Váradi Zsolt. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mindez egy civil kezdeményezés, és itt Budaörsön. Miért Budaörsön, és miért civil kezdeményezés? Budaörsön ekkora nagy probléma az, hogy valaki vagy valakik hulladékkal fűtenek? Én szerintem igen. Én személyes tapasztalatból mondom, hogy nekünk ez egy probléma. Hát is azért Budaörsön, mert budaörsi lakosak vagyunk. Hozzáteszem, 3 éve költöztünk ide, tehát nem vagyunk törzsgyökeres budaörsiek, a családomból élnek már itt régóta emberek, de vagy családtagok. Egyrészt, másrészt meg szerintem az is egy ilyen erős motiváció volt a részemről, és Robi részéről is, azt gondolom, hogy kisgyerekeink vannak, és a kisgyerekekre ez, tehát a légszennyezés az különösen káros hatással lehet. Akkor beszéljük ezt meg, hogy ki fűthet hulladékkal és miért. Mert ha mondjuk elmegyünk Kelet-Magyarországra, mondjuk egy szabolcsi településen, ott tényleg látjuk, hogy a kéményekből nagyon sok minden jön ki, ami feltehetően káros, de hát ott valószínűleg azért fűtenek ezzel, mert nincs mivel fűteni, és valamivel pedig fűteni kell, hogy ne fagyjanak meg. De itt Budaörsön is ez a helyzet, hogy mindenféle szemetet összeszednek és belerakják a kályhába, elégetik, csak azért, hogy ne mínusz 5 fok legyen, hanem plusz 5 fok legyen. Szerintem Budaörsön sokan azt gondolják, hogy a legnagyobb környezeti probléma az autópálya. Autókból származó szennyezés. Ez nem igaz, ezt a önkormányzat is visszaigazolta az ottani szakértő, hogy a legnagyobb probléma ez a télen a hulladékkal, fával való fűtésből származó szállópor. És ezt mi is tapasztaljuk, szóval, hogyha bárki kimegy az utcára, kinéz az ablakán, látja, kb. Minden utcában egy vagy két ember, akinek a füstje az nem úgy száll, meg nem olyan, és érezzük a szagon is, hogy az káros. És ha tényleg utána olvasunk kicsit ennek a káros hatásnak, akkor még inkább sokkolódunk, és ha tudom, hogy ott a gyerekem, amit a Zsolt is említett, akkor elkezdek aggódni. És itt jön be szerintem az, hogy valamit szeretnénk tenni. Mi számít hulladéknak? Tehát ha fával tüzelek, már az is baj. Ha szénnel tüzelek, akkor meg pláne. Ha olajjal, akkor hu-hu-hu. Itt annyit tennék még hozzá, tehát erre is válaszolom meg az előző kérdésre is, hogy azért szerintem itt legalábbis, ahogy én gondolom, nem feltétlenül elsősorban a konkrét szeméttel való tüzelés a probléma. Ami nagyobb probléma, ahogy eddig, most ezt a saját tapasztalataim alapján tudom csak mondani, de az inkább az, hogy régi bútorok, tehát régi lakkozott bútorok, régi nagymama szekrénye, stb., ami már egy kicsit rohad is, azt feldarabolják és be a tűzbe. Ilyenkor az történik, hogy tulajdonképpen azt a rajta lévő festéket, a lakkot, meg mindenféle anyag, amiket ezzel kezelik ezeket a fákat, nem tudom, milyen gombolylőszerekkel szokták, tehát hogy ugye minél tartósabb legyen az a bútor, Az szerintem az igazán nagy probléma Budaörsön, illetve azt is még azért hozzátenném, hogy ami szerintem még probléma, nagyon sok probléma van, de ez akkor most röviden elsorolom, tehát egyrészt az, hogy a rossz minőségű szén,
Tehát Európa sok országában például a barna kőszén, ez a lignit, ez például ez nem lehet ezzel tüzelni, vagy csak nagyon-nagyon speciális kályhában, ha jól tudom. Tehát ez is például egy nagyon nagy probléma, abból nagyon-nagyon káros, sok káros anyag jön ki, illetve eleve a széntüzelés azért ahhoz, ez nem azt mondom, hogy speciálisabb, de ahhoz a megfelelő hőfok, hogy megfelelően izzon az a szén kockázat. Tehát a legjobb, ha már, tehát a legjobb, az én véleményem az az, hogy a legjobb az elektromos fűtés, mert ugye és a legdrágább is hozzáteszünk. Hát attól függ, de igen, tehát nyilván ez is ugye nagyon sok paramétertől függ, hogy van szigetelve a ház, milyen az a fűtés, falfűtés, padlófűtés, kis infrafűtés, kis panel, tehát nagyon-nagyon sok, de igaza van, tehát valószínűleg azért az még egy fokozattal drágább, de tehát azért azt nem mondjuk, hogy alapvetően a fatüzeléssel is probléma van. A fatüzelésnél arra kell nagyon odafigyelni, hogy megfelelő szárazságú legyen a fa, és jó minőségű legyen a fa. Ha valakinek azt mondjuk, hogy ne fűts mondjuk a nagymama bútorával, mert akkor a szállópor az majd oda megy a kisgyerekekre, és ezzel kárt okoz a kisgyereknek, hát lehet, hogy különösebben nem érdekli. De esetleg azt mondjuk neki, hogy figyelj, a kéményedés tönkre mehet, mert lerakódik ott valami, akkor lehet, hogy háromszor is meggondolja. Ráadásul, ha azt mondjuk neki, hogy a kéményedben lerakódik valami, és utána már lehet, hogy nem a nagymama bútorával gyújtasz be, hanem rendes, jó minőségű tűzifával, de akkor is majd kioldódik, mert felmelegíti, és folyamatosan oldódik ki a rossz, akkor lehet, hogy hatásosabbak vagyunk. Mondom én, és nem tudom. Abszolút jogos, mert ha különböző, még a hulladékfánál hozzá kell tenni, hogy legrosszabb, az nem is nagymama bútora, hanem amikor az ilyen bútorlapokat égetik, mert abban is különböző ilyen gyantás ragasztóanyagok vannak, amivel ezeket a faforgácsokat egybe tartják, meg a műanyag cucc, ami a szélén van. Ha hulladékot égetünk, akkor általában ilyen savas közeg keletkezik a kéménybe, és ez úgymond elkezdi marni a kéménynek a szélét, és úgymond a kéményt is tönkre teheti. De ha most azt nézzük, hogy a adott hulladék égettőt mivel motiváljuk. Arra több kutatás is volt, hogy az a ultrafinom porszemcsék, azok kijönnek a kandallóból vagy kazánból, és az úgymond a lakóteret szennyezi olyan mértékben, hogy most egy kutatásban egy szlovák szállodának a ultrafinom szemcséjű szennyezését nézték, és ott 300 000 szemcsét mértek per köbcentiméter, és ez körülbelül, ha most megnézzük a bakcsomó.m0-ás melletti a 30 000-et mérnek, amikor már nagyon rossz a helyzet, annak a 10-szeresét tudják mérni egy zárt lakásban. Értem szerint ez egy steril környezeten ilyen rosszat tényleg csak extrém körülmények között lehet mérni, de láthatjuk, hogy nagyon könnyen egy M0-ás autópálya melletti friss levegőt tudunk magunknak otthon generálni, nem biztos, hogy olyan jó. Van tehát akkor két véglet, az egyik, amikor mondjuk szemetet végetünk, és ennek a legszörnyűbb részei, amikor mondjuk PET palackot, vagy cipőt, vagy nem folytatom, egészen odáig, hogy lehet, hogy mondjuk jó minőségű tűzifát, de akkor ezek szerint az sem annyira jó. Még a másik véglet, hogy mondjuk elektromos árammal fűtünk, és akkor legalább itt a városunkban, vagy a környezetünkben környezetkímélőek vagyunk, viszont ahol az elektromos áramot megtermelik, ha az nem olyan forrásból van, akkor lehet, hogy ott szennyezik a környezetet, de legalább itt akkor nem szennyezzük. Jól fogalmaztam? Nem, de ez mindig nehéz, de amúgy nagy vonalakban van benne igazság. Amit tudni kell egyrészt, hogyha menjünk el nagyüzemi áramtermeléstől. Az ipar létesítmények mai technológia elvárása nagyon-nagyon magas. A legjobb példa, amikor a mátrai erőmű, mert pont említette a Zsolt a lignitet, mátrai erőműben használt nagyon sok lignitet, konkrétan a 95% a lignit felhasználásnak ott történik, körülbelül 5%-át használják lakossági célra, főleg a környéken. És a szennyezések, most nem akarok hülyeséget mondani, jól emlékszem, körülbelül ilyen 50-100-szorosát, az a 5% adja, aki otthon tüzel lignittel, olyan szinten szűrik a lignit égetésből származó kibocsátást a mátrai erőműben. Szóval úgymond hiába mondjuk azt, hogy ez nem egy korszerű áramtermelő berendezés a mátrai erőmű, technológiailag úgy lett kialakítva, hogy mind a kénleválasztótól kezdve a különböző szűrőberendezésekig biztosítva van egy jelentős részecske kibocsátás csökkenés, ahol a kéményhez képest, ahol semmi nincs. Lehet valamikor eljön az idő, amikor mondjuk lehet, vannak erre kísérletek Dániában, ahol különböző szűrőket akarnak a otthoni kéménybe beszerelni, és akkor a fatüzelés az egy jó alternatíva lehet. Mert hozzá kell tenni a fatüzelés, nem egy ördögtől való dolog, nagyon gyakran azt mondják, hogy környezetbarát. Ez onnan származik, hogy a fa végül is kinő.
szóval egy megülő erőforrás, és a levegőből használja fel a szenet. Szóval úgymond csökkenti a széndioxidot a levegőbe, bekerül a fába, betesszük a tűzhelybe, elég, kikerül megint a levegőre, megint bekerül a fába, szóval egy ilyen körforgást alakít ki. Emiatt hosszú távon valószínű ilyen irányba el tud menni, nem biztos, hogy a fűtés, de mondjuk az áramtermelésnél van ebben ráció. Itt szakmai viták vannak, hogy milyen fát üzenünk, hogyan, ha olyan fát üzenünk, ami nem az erdőséget csökkenti, akkor ez abszolút egy járható út. Hogy szeretnék azt elérni, hogy ne fűtsenek hulladékkal, hogy ha már hagyományos módon szeretne valaki mondjuk a kandallójában tüzet rakni, akkor jó minőségű fával rakjon tüzet. Járják például esténként Budaörs kertvárosi részét, és nézik, hogy hol jön ki nagy füst, és akkor becsengetnek, hogy tessék mondani, mivel tetszenek fűteni, és ez nem jó, vagy hogyan érik ezt el? Nem, hát alapvetően azt határoztuk el, tehát a célja a mozgalmunknak az az, hogy nulla legyen a hulladékkal fűtés és a kezelt fával fűtés Budaörsön. Tehát ezt a célt tűztük ki. Ezt nyilván nem lehet egy két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt elérni. Ez azért én gondolom, hogy egy két-három éves folyamat, nagyon sok része van. De a másik, ami fontos, hogy azt határoztuk el, vagy hogy hogyan fogjuk ezt az egészet elindítani, az az, hogy ne feszültséget keltsünk a lakók között, tehát hogy ne arra buzdítsuk az embereket, hogy menj át agresszívan, nem tudom. Tehát hogy semmiképp, tehát hogy nem hiszem, hogy az, még hogyha annak tűnik is, hogy ez egy mennyivel gyorsabb és egyszerűbb megoldás lenne megfenyegetni mondjuk a szomszédot, hosszú távon valószínűleg nem az, mert egyéb feszültségeket kelt, egyéb problémákat kelt, akkor én is feljelentelek, stb. Tehát kiindulásként valami idealistának is tűnik, de a legfontosabb a nulladik lépés az az, hogy a tájékoztatás. Tehát kaptunk szórólapokat, azokat azok kitől szeretnénk. Ezt? A Herman Otto Intézet és azt hiszem az Agrárminisztérium, elnézést, nem tudom pontosan, hogy hívják most őket, Földbelős Ügyi Minisztérium, de ez azt hiszem egy régebbi szórólap, azt hiszem most már Agrárminisztériumnak hívják, ők csináltak még azt hiszem 2000, két éve, két éve, három éve. Földművelési Minisztérium. Igen, jó, köszönöm szépen. egy kampányt, aminek van is egy weboldal, ez a fűtsokosankampány.hu weboldal. Igen. És itt is, illetve a levegőmunkacsoportnak is van számos aloldala a weboldalukon, a levegő.hu weboldalon, ahol rengeteg információhoz lehet hozzájutni, tehát hogy hogyan tüzeljünk, miként tüzeljünk, melyik a káros, melyik a nem káros, honnan szerezzük be. A Nébih oldalán például most már azt hiszem ezt tavaly vezették be, elérhető egy adatbázis, ahol hogyha látunk egy fa, tehát egy faárusnak a hirdetését, ott kell, hogy meglegyen egy szám. És azt a számot beírogatják, vagy azt hiszem telefonszám alapján is lehet keresni, és kidobja a rendszer, hogy az a hirdetés az kamu-e vagy sem. Tehát a Nébih ezt ellenőrzi a fának a minőségét. Ez is például segíthet. Tehát De a tájékoztatáshoz mindemellett ez, hogy mivel milyen egészségügyi kockázatai vannak egy ilyen tüzelésnek, azért azt hagy olvassam el, jó, mert elég ijesztő. Tehát, hogy a infarktus, tüdővizenyő, szívbetegség, értelmi károsodás, impotencia, trombózis, meddőség, rákos megbetegedések, tanulási képesség romlása, szívelégedetlenség, korhaszülés, de hát így ezek vannak itt ezen a szórólapon fölírva. Ez kicsit olyan, mint egy gyógyszeren a mellékhatások, az valaki elolvásokon nem ismeri veszélyt. Igen, tehát valami ilyesmi, és még ami nagyon fontos a tájékoztatáshoz, ami nagyon hozzátartozik, az, és ezt sokan nem tudják, hogy tehát például volt olyan eset, hogy én megkérdeztem az egyik szomszédomat, hogy van egy nagyon idős néni a szomszédban, aki kap fát, meg szerintem szenet is, meg én néha úgy érzem, hogy valószínűleg véletlenül rákerül egy-két szemét, nem szándékosan, tényleg egy nagyon, nagyon idős néniről beszélünk. És akkor kérdeztem a szomszédot, hogy mindegy, tehát hogy áttételesen a szomszéd, én nem ismerem azt a nénit, ők már ismerik régóta, hogy nem segítenének abban, hogy átmenjünk hozzá és beszéljünk vele, elmondjuk neki, hogy tüzeljen, vagy mivel ne. És akkor azt mondták, hogy nekik nincs joguk megmondani azt, hogy mivel tüzeljen a másik. És akkor én, tehát hogy ez is egyfajta olyan nem félreértés, tehát hogy itt is hogy a magának a jogi környezetnek a nem tudása is eléggé súlyos károkat tud okozni, hiszen igenis van jogom nekem akkor,
megmondani, vagy legalább fölhívni a figyelmét arra, hogy ez, mert az én egészségemet fogja károsítani, és egyrészt. Másrészt, hogyha valaki feljelenti azt az illetőt, már pedig ezt megteheti, tehát ennek is sokféle jogi útja van, ezt is azért hagyd mondjam el a jelen álláspont szerint, de ezt majd később elmondom, hogy ez ügyben milyen előrelépéseket tettünk már, a budaörsi járási hivatalhoz kell fordulni, tehát ők az a hatóság, Budakeszi járási hivatal, tehát hogy hozzájuk kell fordulni, ők tudnak hatósági módon eljárni, de itt ebben a szórólapban például megtalálható, hogy mondjuk PET palack, vegyszeres palack égetése tüzelőberendezésben 300 ezer forint bírsággal büntethető, gumiabroncs égetése kültéren 100 ezer forint, tehát ilyen 100 és 300 ezer, sőt, ez bizonyos esetekben bűncselekmény is lehet. Tehát mindegy, bonyolult a jogi helyzet, amennyire én ezt átlátom, az biztos, hogy bármilyen szeméttel, de tényleg bármilyen szeméttel, műanyag, stb. Ilyesmikkel egyértelműen, kezelt fával, tehát amiket itt felsoroltunk, nagymama bútorja, ez mind illegális. Tartanak találkozókat is, holnap lesz a következő, de volt már ilyen, január 10-én is volt ilyen. Mi történik ezeken a találkozókon? Akik elmennek, azoknak elmondják mindezt? A találkozóknak végülis egy olyan célja van, hogy megértettük, van itt egy probléma. Ha helyben próbálunk csinálni valamit egyedül, akkor az nem olyan egyszerű, mert nem mindenki van úgy tájékoztatva, van tisztában ezekkel a problémákkal, és mi úgy gondoljuk, hogy ha Budaörsön van egy általános diskurzus arról, hogy a hulladékégetés rossz, akkor egyfajta igényesség kialakul, hogy beszéljünk arról, kellemetlen az, hogyha valaki hulladékkal fűt. Másik oldalról pedig kell arról is egy diskurzus, hogy miért fűtenek az emberek hulladékkal. És van erre érdeklődés? Tehát például az első alkalomra elmentek? Igen, 20-20 körül voltunk. Meglepően sok. Igen, szóval konkrétan hozzánk oda jöttek, megkérdezték, hogy ismerősöket összeszerveztük-e, és nem ez történt. És olyan történeteket hallottunk, hogy tényleg sokkal voltunk, hogy mi ilyen történhet Budaörsön. Mi úgy gondoltuk, hogy hát van, aki néha egy kicsit hulladékot rátesz, de ehhez képest nagyon-nagyon extrém esetek jöttek. Igen, és ide az is hozzátartozik, hogy azért az is körvonalazódott, tehát hogy sok esetben már sok, tehát több ilyen történet van, ahol már egyszerűen eljutottak, tehát azok után, hogy már megkérték a szomszédot, azok után, hogy már a segítségüket felajánlták, volt olyan történet is, hogy konkrétan abban segített volna ott a 20 környező lakó, hogy a gázt bevezettetik, kifizetik az egész szerelést, mindent kifizetnek, csak hagyja abba. Ezek mind hatástalanok voltak, és ilyenkor a hivatalhoz fordultak, tekintettel arra, hogy nekem úgy tűnik, de és ezt most mindenféle ellenségeskedés, nem szeretnék senkiben semmiféle ellenségeskedést felszítani, ha időt kell hagyni én szerintem a hatóságoknak, ahhoz, hogy tényleg tiszta legyen az, hogy most ki, milyen jogkörrel, mit tehet meg. Odahozhat egy rendőr, tehát tényleg most ilyen súlyos esetekről, tehát amikor már elmentünk a falig esetekről beszélünk, pontosan mi tehet. Na most ennek érdekében, hogy ez tisztázódjon, ezért kezdeményeztünk az önkormányzat, a rendőrkapitányság, a Budaörsi Tűzoltó Egyesület, a Pest megyei katasztrófavédelmi hivatal és a Budakeszi Járási Hivatal vezetőivel vagy illetékeseivel egy közös találkozót, hogy mi visszük, tehát hogy mi megtesszük civil oldalról azt, amit mi meg tudunk tenni, összegyűjtjük ezeket az eseteket, arra fogjuk pont ezeken a találkozókon megkérni az ott jelenlévőket, hogy írják le a saját sztoriukat, és ott az utcában írassák alá ezt pár emberrel, és vigyék be ők az önkormányzathoz, mint egyfajta nem petíció, tehát nem ebbe az irányba, csak hogy a civil oldalról tegyük meg mindazt a dolgot, aminek ténylegesen sújthatunk ennek a dolognak, tájékoztassuk úgymond a résztvevőket, hogy itt tényleg nem arról van szó, hogy itt most ketten mi úgy gondoltuk, hogy baromira unatkozunk, és csináljunk valamit, amitől nem unatkozunk, hanem itt tényleg egy olyan problémáról van szó, még hogyha ez tényleg Budaörs valószínűleg nem a legsúlyosabb hely Magyarországon, ez nyilvánvaló, hál' Istennek, de ettől még ugyanolyan káros a dolog. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire jutnak. Azt még azért mondjuk el, hogy a találkozó színhelye az holnap is, meg egyébként mindig a Templom tér 7. Gyerek-berek környezettudatos foglalkoztatóház, ez van megjelölve. Segítsenek, hogy ez hol van? Így van. Templom és a körforgalom közötti
közötti házsoron, és este 6-tól 8-ig tartjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A valóság felülírta az elképzeléseket, ugyanis minden eddiginél több, közel 100 óvodás, meg a szüleik mentek el a Kesjár iskola kézműves foglalkozására. Ezt a programot minden évben megtartják az intézményben, hogy lehetőséget biztosítsanak az ismerkedésre a sulival és a tanítónőkkel. Ilyenkor még nem lehet pontosan tudni, hogy valójában hányan tartoznak majd az iskola körzetébe, de az biztos, hogy 2 első osztályt indítanak szeptemberben, így az is biztos, hogy a megjelentek több mint a harmada nem fér majd bele a létszámkeretbe. Ilyen még nem volt, mondta a Kesjár Csaba általános iskola igazgatója, látva a zsúfolásig megtelt étkezőt, ahova kézműves napra várták az iskolát választó óvodásokat és szüleiket. Minden eddiginél több, közel 100 óvodás látogatott el a suliba, hogy megismerkedjen a leendő első osztályok tanítóival, és választ kapjanak a szülők a beiskolázás körüli kérdésekre. Nem jósolható alapvetően, hogy ezen a foglalkozáson hányan vesznek részt, mindig izgulunk is, hogy beférnek, vagy nem tűnik-e nagyon üresnek az ebédlő. Most megint azt tapasztalom, hogy ez kötszurkálás, egy ilyen alkalom meghirdetése. Nem tudjuk pontosan, hány óvodás végez a körzetünkben, nem tudjuk pontosan, hogy kik jönnek iskolába, és azt sem, hogy akik itt vannak, azok körzeteseket, tehát végül, hogy hányat veszünk föl, az itt jelenlévőkből nem tudható, de azt hiszem inkább öröm és büszkeség, hogy ennyien érdeklődnek irántunk ma. Szeptembertől 2 új első osztályt indítanak a Kesjárban. Bár a törvény erejénél fogva nincsenek tagozatok, mégis az A osztályban kicsit a szövegértésre és az angol nyelvre helyezik majd jobban a hangsúlyt, míg a B osztályban inkább a természetismeret felé közelítenek majd. Ami pedig mind a 2 osztályra és az egész iskola légkörére jellemző, hogy a 7 szokás életvezetési program mentén önmagukban bízó, a közösségért tenni képes gyerekeket szeretnének kiengedni a 8. év végén. Az elsősök még igazából nem nagyon tudják, bár gyakoroljuk velük a 7 szokásnak az elemeit. Ez inkább a nagyoknak már teljesen természetes, olyannyira, hogyha van egy-egy helyzet, akkor visszautalnak, hogy jaj, hát ez bizonyos harmadik vagy negyedik szokásra utal. A negyedik szokás a kedvencük. Az azt jelenti, hogy nyer-nyer helyzetet kell minden alkalommal létrehozni, mert ami nekem jó, az másnak is jó. Illetve a 7. a pihenés. Úgyhogy ez nem ok nélkül ez a 2 a kedvenc, de a többit is nagyon szívesen csinálják. A céljaikat, nekem negyedikeseim vannak, a céljaikat már kitűzték, tudják, hogy több lépésben lehet csak elérni. Úgyhogy nagyon jól működik. Most már egy olyan néven megy, hogy életvezetés. Mind a 2 leendő első osztály tanítónője közel 20 éve dolgozik a Kesjárban. Antalné Káplár Judit az ások osztály főnöke lesz. Számára a legfontosabb, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, mert a boldog gyerek szívesebben tanul. Sok játékot és humort alkalmaz az óráin. Dubcsákné Reznek Beáta, aki a bések osztály főnöke lesz, az iskolában töltött ideje legnagyobb részében eddig napközis pedagógusként tevékenykedett, ezért izgalommal és lelkesedéssel várja a leendő elsősöket. Most először van lehetőségem arra, hogy osztályfőnökként is bizonyítassak. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, és nagyon örülök annak, hogy mind a szülőktől, mind a kollégáktól nagyon sok támogatást, szeretetet, odafigyelést és bátorítást kapok. Úgyhogy ez szerintem elég erőt ad nekem az előttem lévő akadályok leküzdéséhez. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos összefognunk, tehát a szülők, a pedagógusok és a gyerekek hármas egysége elengedhetetlen ahhoz, hogy közösen olyan célokat tűzünk ki magunk elé, ami mind a gyereknek, mind a szülőknek épülésre szolgál. Ezen kívül egy olyan célom van, hogy a gyerekek az első időben szeressék meg az iskolát tulajdonképpen, és utána jön az összes többi szakmai dolog, ami erre épül, és ez elengedhetetlen. Az osztályfőnökök munkáját a napközis tanítók segítik majd, az A osztályban Bogóné Kormány Mária, aki maga is Kesjáros diák volt, a B osztályban pedig Gyalog Ferenc. Az érdeklődők között többen voltak, akiknek már jár gyermekük az iskolába, így ők elsősorban a tanítókat jöttek megismerni. Nagy család vagyunk, 3 gyermekünk van, a második osztályban jár, második A osztályban a lányunk, és most a fiunk
tölti be idén a 6. életévét, tehát ő is elkezdi reményeink szerint szeptemberben az iskolát. Mi nagyon meg vagyunk elégedve a Kesjárral. Egyrészt közel van hozzánk, ami nagyon praktikus, de nyilván az iskola választásnál elsődleges szempont, hogy a gyerek jól érezze magát, és olyan tudást kapjon, és olyan szeretetteljes közeg vegye körül, amit egy ilyen korú gyermek megérdemel, és úgy látjuk az eddigi tapasztalataink alapján, hogy a Kesjárban ez abszolút így van. Jelenleg első osztályban jár a legidősebb gyermekünk, most a második kezdeni az első osztály. Eddig nagyon szeretjük ezt az iskolát. Nekünk bejött az, hogy nem túl nagy, családias a hangulat, és jó programokat szerveztek. Nekünk 4 gyerekünk van, úgyhogy az időbeosztásunk az eléggé szoros. Így például az, hogy a karácsonyi ünnepség az csak egy órás volt, de nagyon szuper, ez nagyon tetszett. Az igazgatónő is mindig nagyon pontosan megmondja, hogy mit szeretne, nem húzza el a dolgokat. Az első osztályos tanítanéni, a vicenéni is most pont ugyanilyen, és nagyon-nagyon imádjuk. Úgyhogy reméljük, hogy most szeptembertől is ugyanilyen szuper tapasztalatok lesznek. Mennyire tartja fontosnak a tanárnénik személyiségét? Ez szerint fognak-e osztályt választani? Alsó tagozatban nagyon fontos, és ezért is örülök neki, hogy ilyen személyes beszélgetésre is van lehetőség, hogy megismerjük a pedagógusokat is, elsősorban a tanítónénit, aki akár az egész életében meghatározó élményeket fog adni a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy a tananyag az ugyanaz, tehát azt mindenki megtanítja így, úgy, amúgy, de a gyerek szeresse a tanítónénit, akkor fog együttműködni. Március 11-én és 12-én lehet még ismerkedni a Kesjár Csaba általános iskolával és a tanítókkal. 8-tól 13 óráig tartanak majd a programok, melyeket a kesjarcsabaiskola.hu honlapon tesznek közzé. A beiratkozás pedig április 2. felében várható. Szabó Szilárd rádióriporter lesz ma a sporttárs, a Városi Magazin után jön Hegy Iván műsora, de még előtte tekintsék meg a programajánlót. Fűtési szezonban Budaörsön sokan hulladék vagy kezelt fával fűtenek, ami a rossz levegő egyik fő okozója. Ezért a Ne fűts hulladékfával kezdeményezés szervezői beszélgetésre hívnak mindenkit, aki szeretne tenni a levegő szennyezettsége ellen és az egészséges környezet érdekében csütörtökön este 6 órára a Gyerekberek környezettudatos foglalkoztatóházba. Szabó István landművész estje ígér kellemes kikapcsolódást a Posztárton csütörtökön este 6:30. Aztán Böhönyei Márta és Tóth Melinda kapcsolatfóbiával foglalkozó pszichorendelés elnevezésű előadásukat tartják, szintén csütörtökön este 7 órától a Jókai Mór művelődési házban. Élményfestés lesz a Kamaraerdei Közösségi Házban pénteken délután 17:30, a részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a Kamaraerdei Közösségi Ház kukac@gmail.com e-mail címen tudnak megtenni. És végül, de nem utolsó sorban, Válaszúton címmel tart előadást dr. Bogár László közgazdász az Adler Kávéházban pénteken este 6:00. A Budaörsi Polgári Kaszinó meghívottja előadásában arról beszél, hogy egyaránt Válaszúton van az európai keresztény ember, és a magyarság is, hiszen az elmúlt 40 évben a magyarok létszáma 1 millióval csökkent. A műsor végén az elérhetőségeink, telefonszámunk 611-522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu. Ha van véleményük, javaslatuk, kérdésük, kritikájuk, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. És ne feledjék, a honlapunkon a bvtv.hu oldalon minden saját gyártású műsor megnézhető, újra nézhető. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb pénteken 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban. We'll be right back.